Kedves kollégák, akkor eljött az idő, folytatjuk a konferenciát. Ugye 23. PM Fórum, második sorozat, második epizód következik, úgyhogy itt a szünetben egyébként el lehetett kicsit gondolkodni, hogy előadások is, hogy rímeltek egymásra a mai és tegnapik is, úgyhogy mindenképpen érdemes majd a kiadványon megnézni ezeket az összefüggő gondolatokat. És most ebbe a következő részbe egy interaktív kerekasztal beszélgetés következik a távmunka lehetőségeiről, kockázatairól, amit Darabos Andrea vezet, aki szervezetfejlesztő, agilis evangélista, és akivel régóta itt a projekt fórum kapcsán dolgozunk együtt. Úgyhogy Andrea, tiétek a szó, várjuk akkor a beszélgetést. Köszönöm szépen, Imre, és én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a kitüntetett időpontban, a konferencia utolsó napján, így a végén veletek tudjunk beszélgetni. Egy nagyon színes témával készültünk, és már sokan a hallgatóságból reagáltatok szociális médián is, ez mindannyiunkat érint most, a távmunka. És szeretnénk a nemzetközi lehetőségekről, kockázatokról beszélni, mind a jelenről, az elmúlt megélt kényszertávmunkáról, de a jövőről is egy kicsit a szervezeti és a vezetői hatásaira. Bemutatkoznék, Darabos Andrea vagyok, a Lean Advantage vezetője, és ezt a szekciót én fogom moderálni. Egy nagy létszámú panel vagyunk, és egy kicsit a témáról beszélnék. Amikor tavaly decemberben Gábor felkért engem, hogy vezetném ezt a kerekasztalt, egy kicsit kettős érzet volt bennem. Én Angliában, Londonban élek, ott dolgozom, és éppen egy nagyon szigorú, nekünk a második hullám volt talán a legszigorúbb lockdown december környékén. Azon mentünk keresztül. És úgy éreztem, hogy azok, akik távmunkáról beszélgetünk, és otthonról tudunk dolgozni, mi egy nagyon kiváltságos helyzetben vagyunk. Úgyhogy ezt ki szeretném használni, ezt az alkalmat, hogy veletek együtt köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik nem tudnak továbbra se otthonról dolgozni, és a közösségben értünk, úgymond a frontline-on, az első vonalban a járvány alatt is dolgoznak. Azt hiszem, hogy a megélt krízishelyzet alapján egy olyan hatással lehet ez a helyzet, ez az év ránk, amiből merítkezve egy jobb világot és egy jobb munkahelyet építhetünk. Úgy gondolom, hogy a hatékony, virtuális és nemzetközi csapatmunka sok lehetőséget hozhat Magyarországra, és ezt már látjuk Angliában is, és a világ többi részén is, hogy nem csak a fővárosokban, hanem talán a vidéki lehetőségek száma is megnövekedhet. Nagy örömmel köszöntelek tehát titeket a távmunka kerekasztalán, és erről beszélgetve, mind a hallgatóságot, mind a panel résztvevőit. És várjuk majd folyamatosan a kerekasztal alatt is a kérdéseiteket, ezt még egyszer beolvasnám, hogy ezt a konferencia alatt a Slido-n tehetitek meg, böngészőből, de majd a chat, a Zoom chat ablakában is megtaláljátok a linket, a slido.com, ott begépelve egy böngészőbe a PM Forum hashtag kóddal tudtok majd tőlünk folyamatosan kérdezni, és majd igyekszem, több készülék van a kezem közelében, majd igyekszem ezeket figyelni. Még egy kis inspiráció, kedvenc írómtól, William Gibsontől szeretnék idézni, egy magyar fordításban: a jövő már most köztünk van, csak még nem egyenlően elosztva. Úgyhogy a távmunkáról beszélgetve, mi az a jövő, amit mi elhoztunk nektek. Nagyon sok tehetséges fiatal vesz részt a beszélgetésben, mind nagyon fiatalok, tehát több éves, úgymond digitális, natív korosztály, köszöntelek titeket, és van köztük olyan is, aki több évtizedes virtuális csapatmunkában, nagy multiknál szerzett tapasztalatokkal jön, és most akkor szeretnélek titeket bemutatni. A kerekasztal előadói sorban lesznek bemutatva az első 10 perces gondolatébresztő előadást, majd egy csapat kezdi, látjátok őket a képeken. Ők a BML munka és szervezetpszichológiai mesterszakos hallgatói, Fazekas Viktor, Kac Tünde, Széchenyi Fruzsi,
Takács Gergő és Cifra Julianna. Julianna egyébként az év projektmenedzsere díj nyertese volt 2013-ban, és Multiknál, köztük a Vodafone-nál szerzett több éves nemzetközi nagy projekteken tapasztalatukat, úgyhogy nagyon jártas a virtuális munkában. A második résztvevőnk és előadónk dr. Kertész Máté lesz, ő MBA és PMP minősített is, és ő is az év projektmenedzsere díj nyertese 2018-ból. Mátének több mint 12 éves projektvezetési és programmenedzseri tapasztalata van, hazai személyes jelenléten alapuló és nemzetközi projekteken is. Harmadik előadónkat is köszönteném, Balázst, Horn Balázst, aki a ThyssenKrupp Pest a magyarországi részlegében vezető. Ők autókhoz gyártanak csúcstechnológiákat, kormányrendszereket fejlesztenek, és Balázs a Business Excellence részleg vezetője. Balázs 9 éve dolgozik virtuális csapatmunkában, nagy nemzetközi technológiai fejlesztési projekteket vezetett, outsourcingot hozott Magyarországra, fejlesztői munkákat, és 5 éve tehetséges fiatalokat, középvezetőket és vállalati folyamatokat is fejleszt. Negyedikként én is hoztam néhány gondolatébresztő gondolatot. Magamról pár szóban, még egyszer Darabos Andrea vagyok, MBA és PMP minősítéssel. Körülbelül 15 év nemzetközi projektvezetés van mögöttem, főleg szoftveres környezetben. Agilis szervezetfejlesztés területen dolgozom, és még talán érdekesség, hogy több kontinensen dolgoztam Ázsiában, Kanadában és az EU-ban is. Nagy bank és telekom média projekteken folyamatosan általában virtuális csapatmunkában dolgozom. Úgyhogy ez a bemutatkozó után akkor szólítanál a kerekasztal résztvevőit, hogy kapcsoljátok be a kamerát. És akkor még egy pár szó van, sziasztok! Mindannyian itt vagytok, és egy nagy létszámú panel vagyunk. Sziasztok! Hello, hello, hello mindenki! Szuper! A kerekasztal menete tehát a résztvevőknek, akik követtek minket élőben. Először gondolatébresztő előadásokkal indultunk, de még van előtte egy kis meglepetés. Ez olyan 50 percet fog igénybe venni, ez alatt várjuk majd a Slido-n a kérdéseiteket, mert akkor ezek közül tudunk majd választani a második részre, ahol beszélgetni fogunk. Mi is készültünk jó sok kérdéssel, meglepetéssel, de a ti kérdéseitek mindig jobban érdekelnek minket, úgyhogy kérjük és várjuk, hogy írjatok nekünk. Még egy kis definiálni szeretném a távmunkát, és ebben panelistáim segítsetek. Én azzal készültem, hogy a távmunka definíciója. Ez egy olyan munka, amit fizikailag a többi csapattagunktól távolról végzünk. Tehát nem csak a home office, az otthoni munka, vagy a járvány alatti munka a távmunka. És még úgy gondolom, hogy még az is távmunkába tartozik, hogyha egy épületen belül, de akár másik szinten dolgozunk. Tehát kollégáktól, hogyha 80 méterrel távolabb vagyunk, akkor már ugye csökken a kommunikáció hatékonysága. Ezt ti átértétek, éreztétek-e, tapasztaltátok-e? Máté? Abszolút egyetértek minden szavaddal, igen. Köszönöm. Én ugye itt az egyik ügyfelünknél a Kennedy Wharfban például egy ilyen 42 emeletes felhőkarcolóban dolgoztam a járványhelyzet előtt, most még nincsenek igazából kinyitva az irodák, és ugye nagyon megszokott helyzet volt, hogy folyamatosan távmunkában dolgoztunk, tehát ez is beletartozik, és itt is már figyelnünk kell arra, hogy hogyan dolgozunk majd hatékonyan a szervezetben. A járványhelyzetben nem igazán saját választásból, de otthonról dolgozunk, és ez egy nagyon különleges helyzet, még ilyet nem éltünk át szerintem a életünk során. Hogyan változtatta meg ez a járványhelyzet a távmunka, vagy akár a személyesen végzett munka felőli preferenciáinkat? Erre most készítettünk egy szavazást, és most felkérnénk a hallgatóságot, akik követtek minket élőben, hogy a Slido-ban menjetek rá a szavazás fülre, és amíg mi erről beszélgetünk a panelben, ti is szavazzatok. Azt a kérdést járjuk körbe a szavazásban, tehát a Slido-n tudtok minket követni és válaszolni, hogy
ki mit választana? Tehát, hogyha most javul majd a helyzet, és elkezdünk visszatérni esetleg az irodákba, akkor mit választanátok? És hogyha ebben 100% szabadságotok lenne, otthoni munkát, irodai munkát, részben otthoni, részben irodai munkát, vagy pedig akár munka bárhonnan. És akkor Balázs, van kedved elsőnek válaszolni? Köszönöm. Hát mindenképpen nagyon nagy szabadságot ad így, hogy kicsit kevesebbet ingázunk, és kicsit talán jobban tudjuk beosztani az időnket, de mindemellett érezzük azt, hogy nagyon hiányzik a személyes kapcsolat. Úgyhogy én valahogy a kettő között szavaznék, amit sok mindenkivel beszéltünk, és hogy mindez a jó, amit ez a távunk ad, azt valahogy tartsuk meg, és a személyes kapcsolat, ami pedig nagyon hiányzik, ahhoz pedig valahogy térjünk vissza. Köszönöm. Más mit gondol erről, Juli? Téged kérdeznélek. Én azt gondolom, először is ott kezdeném, hogy 3 éve szabadúszóként dolgozom, azelőtt volt a Vodafone-os karrierem 6 éven át, és ez a 3 év igazából már itthonról történt. Tehát számomra nagyon természetes volt ez az átmenet a COVID-os kikényszerített home office-ba, mert eleve itthonról menedzseltem az életemet, és én bevallom, örültem is annak, hogy így kikényszerítve bár, de hogy virtuálisra kerül minden, úgyhogy a csapatvezetői szerzett fejlesztési munkámat is online végzem, és nekem az az érdekes tapasztalatom van, hogy én ezt el tudom képzelni, hogy ez így folytatódik. Vannak persze hiányosságai a virtuális térnek, de hogy rendkívül jól feltalálták magukat az ügyfeleim, és jó magam is, én nagyon élvezem. Úgyhogy én azt preferálnám, hogy ez így folytatódjon, és bízok abba, hogy egyre profibbak lesznek azok a digitális platformok, amin keresztül így a kollaboráció, meg a munkavégzés az hatékony tud maradni. Uh-huh. És nagyon kíváncsi lennék, köszönöm szépen az őszinte válaszaitokat, a fiatalabbak, vagy a legfiatalabbak közül, mondjuk Fruzsi, még a te válaszodra, közben már látjuk a közönség válaszait is, hogy ti ezt hogy éltétek meg, ezt az elmúlt évet, most inkább csak téged kérdezlek, te hogy élted meg, és te melyiket választanád? Pont ma délután gondolkoztam ezen, hogy mi történt az életemben, vagy az életünkben online. Mindannyian online államvizsgáztunk a nyáron, online felvételiztünk az egyetemre, én online nyelvvizsgáztam, voltak online állásinterjúim, és teljesen tulajdonképpen a mi generációnk már ebben nőtt fel, és szinte komfortosabbnak érzem magam néha ilyen közegben, mint személyesen, és egyébként én abszolút a munka bárhonnan pártján lennék, mert szerintem egyébként nagyon sok fiatalnak nagyon vonzó a digitális nomád életmód, köztük nekem is, és szerintem ez egy jó bemelegítésre, hogy úgy mondjam. Mind személyesen, mind egyébként a cégeknek felkészülés szempontjából. Köszönjük szépen a véleményeiteket, és közben látjuk a képernyőn, tehát mind a linket látjátok, akik még szavaznátok, nagyon gyorsan tegyétek, mert mindjárt levesztük, a slido.com linken és a PM Forum hashtaggel. Nagyon érdekes ugye hallani is, hogy kinek miért, meg Fruzsi, köszönöm ezt a gondolatot, hogy ugye ez egy gyakorlás, egész konferencia erről szólt, hogy további változások várhatóak, mind a klímaváltozás, mind még, ki tudja, további járványok. Tehát ez egy felkészülés, hogy rugalmasabbak legyünk, reziliensebbek legyünk szervezetileg is, meg magánemberként is. Bevallom, hogy én is a rugalmasságok, akár a munka bárhonnan választanám, mert egyik problémám a járványhelyzet alatt, hogy nem nagyon tudtam időt otthon tölteni Magyarországon, és a munka bárhonnan nagyobb szabadságot adna. Még azt megosztanám veletek hallgatósággal, hogy több Big Four tanácsadó linkjét, kutatását hallottuk már magán a fórumon, már előttünk is utaltak a McKinsey kutatásaira, videót is láttunk a mai nap során, és a Juliannáik előadásában is lesz még erről szó, hogy mik az előrejelzések. Persze
váratlan helyzetek továbbra is várhatóak. Részemről még javasolnám, a Buffer nevű marketing cég készít egy olyan 2000 fős nemzetközi studyt, és a State of Remote Work felmérésük már a 2021-es évre elérhető. Most akkor belevágnánk magába az előadásokba, a gondolatébresztőkbe, és felkérném, hogy akkor készüljetek a Juli BMS csapatát, hogy ti nyitnátok meg az előadás sorozatot. Ezek egy ilyen 10 perces formában fogjuk egymás után futtatni, és majd még a hallgatóságot arra kérem, hogy a kapcsolódási pontokra figyeljetek és reagáljatok. Úgyhogy akkor tétek a szó, és kezdhetjük. Nagyon szépen köszönöm Andreának a felvezetést, szeretettel üdvözlök mindenkit a mini előadásunkon. Ötten fogjuk bemutatni annak a kutatásnak az eredményeit, amit mesterszakos hallgatóként bonyolítottunk le az ősszel és idén tavasszal, hogy lássuk a pandémia alatti home office milyen pszichés és társas hatásokkal jár. De mielőtt rátérünk saját eredményeinkre, röviden bemutatom azt a McKinsey Globális Intézetének a kutatását, amire Andrea is hivatkozott az imént. Egy éve végzik ezt a kutatást, ami 20 országra kiterjedően 30 gazdasági szektorban vizsgálja a pandémia munkára vonatkozó hatásait. Azt találták eddig a kutatók, hogy a nyugati országokban főleg az irodai munka 70%-ban hatékonyan elvégezhető távmunkában is, és valószínű, hogy az irodai dolgozók 25%-a akár heti 3 napban is home office-ból tud majd dolgozni a jövőben is. A távmunka ugyanakkor nem bizonyult hatékonynak minden esetben, mint például kritikus tárgyalások és döntések meghozatalakor, brainstorming során, vagy amikor visszajelzést kell adni a másiknak, illetve új emberek felvételjekor, betanításakor, integrálásakor. A vállalatok strukturális változásokon is keresztül mennek hosszabb távon. Fontos lesz átállni agilisabb operatív működésre és projektmenedzsmentre, erősíteni kell a kollaborációs képességeket, és csökkenteni szükséges a szájló és hierarchikus működést. Az is látható a kutatásukban, hogy a hibrid munkavégzési modell, amikor is a dolgozók egyrészt a távban, másik részben irodában dolgozik, kihívások elé fogja állítani a vezetőket, hiszen nehezebb lesz az egységes szervezeti kultúra fenntartása és a csapatkohézió biztosítása. Kihívás jelent továbbá minden munkavállaló számára a munka-magánélet szélsőséges elmosódása is a McKinsey szerint. Most pedig átadnám a szót Viktornak, aki a kutatásunk hátteréről fog beszélni önöknek. Ahogy Juli is említette, a munka és magánélet összemosódását, erről nekünk is volt egy személyes élményünk, ugyanis az egyetemi képzésünk mellett így dolgoztunk a pandémia során, viszont több nézőpontot is szerettünk volna bevonni, ezért munkavállalókkal készítettünk interjúkat, hogy megismerjük, hogy nekik milyen otthonról dolgozni, és ebből hoztunk így néhány részletet. Itt az elsőben egy gyermekét egyedülnevelő édesanya arról mesél, hogy milyen az, amikor napról napra egyre több és több feladat olódik a hétvégére. A második idézetben egy egyedül élő férfi arról mesél, hogy a 9-5-ig tartó munkája az hogyan vált gyakorlatilag egész heti elfoglaltsággá, és hogyan lett 24/7-ben jelen az életében. A harmadikban pedig egy együtt élő fiatal pár egyik tagja arról mesél, hogy milyen úgy dolgozni, amikor a munkaszerződése nem teszi lehetővé azt, hogy egy szobában dolgozzon a párjával, aki így kénytelen a kanapén, a konyhában, vagy épp a fürdőszobában dolgozni elég kényelmetlen módokon. Alapvetően az volt a célunk a kutatásban, hogy a tartós otthoni munkavégzés pszichoszociális kockázatait tudjuk mérni. Ezek ugye olyan társas, pszichológiai, meg gazdasági tényezők, amik, hogyha tartósan fönnállnak a munkavégzés során, akkor potenciálisan egészségkárosító hatással bírhatnak. Mert azt is szerettük volna megvizsgálni, hogy a járvány különböző hullámaiban milyen különbségek merülnek fel, ezért többször is készítettünk adatfelvételt. Az első az 2020 novemberében volt, amikor a középiskolákat bezárták, de az általános iskolák még nyitva voltak. A második 2021 márciusában, amikor már az általános iskolákat is bezárták, illetve volt lehetőségünk egy magyar KKV-nál is adatokat felvenni. Így összesen 808 embert tudtunk elérni a kutatásunkkal. Itt még a minimum és a maximum sorra irányítanám egy kicsit a figyelmet. Itt az látszik, hogy a legfiatalabb kitöltőnk 18, még a legidősebb 75 éves volt. Ez azt mutatja, hogy gyakorlatilag a munkavállalók teljes spektrumát el tudtuk érni.
még ez a jobboldali generációs táblázat lehet érdekes olyan szempontból, hogy megmutatja, hogy elég jól eloszlottak a kitöltőink a generációk között, és volt egy olyan előfeltételezésünk is, hogy találunk majd különbségeket a home office bizonyos aspektusaiban, így a generációk között, viszont statisztikailag jelentős különbséget így nem találtunk. Most pedig én továbbadnám a szót Fruzsinak, aki megmutatná azt, hogy mit is találtunk. A Viktor által említett kérdőívünket a kopenhágai pszichoszociális kockázati tényezőket mérő kérdőív faktoraira alapoztuk, és az így létrehozott kérdőívünk faktorszerkezetének vizsgálata érdekében feltáró faktoranalízist végeztünk, amelynek eredményeképpen az ezen a szlájdon látható 6 változót, 6 faktort, más néven tényezőt állapítottuk meg, tehát a statisztikai vizsgálatainkat ezekkel a tényezőkkel vizsgáltuk. Ezek közül talán a legkevésbé a home office megélése faktor az egyértelmű, de a kékes buborékban látható, hogy pontosan mely kérdések alkották ezt a faktort, például a nagyon beszédes, érzelmileg megterhelő-e önnek a home office kérdés. Ugye fontos leszögezni első körben, hogy a két hullám összehasonlítása érdekében független mintás-T próbát alkalmazva összehasonlítottuk az egyes változóink mentén elért átlagokat, és a grafikonról látható, hogy a munkatársi kapcsolatok kivételével minden változónk esetében szignifikáns különbség figyelhető meg a két hullám között, és a mennyiségi elvárások kivételével minden változónk romlott a tavaszi hullámban az őszi hullámhoz képest. Tehát, ahogy Viktor is mondta, a kutatásunkat arra a kiinduló feltételezésre alapoztuk, hogy az általunk mért tényezők valójában a home office-ban megfigyelhető pszichoszociális kockázati tényezők, tehát ezek potenciálisan egészségkárosító hatással bírhatnak. Ezen feltevésünket úgy tudtuk alátámasztani, hogy lineáris regresszióanalíziseket alkalmazva megvizsgáltuk, hogy mely változók befolyásolják az egészségi állapotskálán elért pontokat. Mindenhol, ahol a P-érték kisebb, mint 0,05, ott szignifikáns, vagyis statisztikailag egyértelműen kimutatható hatást állapítottunk meg. Ezek a tényezők, tehát ahol kékkel vagy pirossal látjuk a P-értékeket, valamilyen módon befolyásolják az egészségi állapotot, vagy legalábbis az egészségi állapotskála mentén elért pontszámot, ezáltal elképzelhető, hogy valóban egészségkárosító hatással bírhatnak. Ugyanígy értelmezhető a jobboldali táblázat is, csak itt nem azt vizsgáltuk, hogy mely változók hatnak az egészségi állapotra, hanem azt, hogy mely változók befolyásolják a home office szubjektív megélését. Látható egyébként, hogy előfordulhat, hogy az egyik változó az egyik mintán szignifikáns hatással bír, még a másikon nem. Ilyen például a vezetői hozzáállás, amely csak a KKV esetében lett szignifikáns. Mivel a különböző adatgyűjtéseket egyébként összehasonlító szándékkal végeztük, ez egyáltalán nem elvárás és nem is probléma, viszont projektmenedzseri szempontból fontos látni, hogy milyen fontos különbséget tenni a kényelmi mintavételezéssel gyűjtött nagy elemszámú minták és az alacsonyabb elemszámú egyetlen specifikus vállalattól származó minta között. Mindez annak a fontosságát hangsúlyozza véleményem szerint, hogy elengedhetetlen különbséget tenni az idézőjeles átlagpopuláció és egy konkrét vállalat konkrét dolgozói között, akik valószínűleg hasonló körülmények között dolgoznak, és hasonló forrásokból származó szervezeti problémákkal vagy kihívásokkal néznek szembe a mindennapi munkavégzésük során. A táblázatokban egyébként látható egy negyedik vizsgálati minta is, a másik kutatás. Viktor ezt azért nem ismertette, mert ez az én saját kutatásomból származó minta, amit némileg hasonló kontextusban végzek, ami igazából annyit tesz, hogy ez a három változó, ez pont megtalálható a kutatásban, ugyanakkor a fő kontextus az annyira különböző, hogy nem említhető egy lapon a másik három mintával. Viszont amit fontos ebből látni menedzserek számára az az, hogy a munka magánélet egyensúly az egyetlen olyan tényező, mondhatni a közös nevező, ami mind a négy mintán szignifikáns magyarázó erővel bírt mind a home office megélésére, mind pedig az egészségi állapotra. Az, hogy pontosan mit akar a munka magánélet egyensúly faktor, az a zöldes buborékokban látható, és ezen kívül még két olyan kiemelkedő kérdést azonosítottunk a kérdőívünkben, ami jelen
előadás szempontjában érdekes lehet, és ami a munka-magánélet egyensúly mellett szignifikánsan befolyásolta mind a három nagy mintán a home office megélését és az egészségi állapotot is, és ez mind a két kérdés az otthoni munkavégzés ergonomikus feltételeire és az ezekkel való elégedettségre vonatkozott. Kérdőívünkben feltettünk egy kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen stresszhez köthető fizikai tüneteket észlel magának kitöltő. Erre a kérdésre 382-en válaszoltak, ez körülbelül a kitöltőinknek a fele. Mint az ábrán láthatják, a szófelhőn minél nagyobb egy szó, annál többen írták le ezt az adott tünetet, így mint látszik, a legtöbben a fejfájást adták meg, mint fizikai tünetet, ez körülbelül a válaszadóknak a 30%-a. A második leggyakoribb a fáradtság volt, ezt a megkérdezettek 26%-a írta, majd harmadiként az ízületi tünetek jelent meg a válaszok között, ilyen például a hát, váll és derékfájás, ez a válaszadók körülbelül 20%-ának volt a válasza. Összefoglalva tehát a kutatásainkat, elmondhatjuk, hogy az őszihez képest a tavaszi adatfelvételnél minden érték romlott a munkatársi kapcsolatokon kívül, de ezen kívül a kutatásokban még azt is megállapítottuk, hogy a munka-magánéletnek az egyensúlya, a munkatársi kapcsolatok, a mennyiségi elvárások, az egészségügyi állapot és az ergonómia hatással vannak a tartós home office-ra. Itt is fontosnak tartom kiemelni, hogy a munka-magánélet egyensúlya hatással van az egészségügyi állapotra is, ugyanúgy, ahogy a home office megélésére. Ezen kívül az egészségügyi állapotra még hatással vannak a mennyiségi elvárások, a home office megélése és az ergonomikus feltételek is. Így ezek összességében potenciálisan egészségkárosító hatással bírhatnak. Ahogy Fruzsi korábban említette, a munka-magánélet egyensúly az egyetlen olyan tényező, amely mind a négy minta alapján hatással van mind a home office megélésére, mind pedig az egészségi állapotra. A munka-magánélet egyensúly fenntartása érdekében érdemes lehet konkretizálni a munkaidőt, annak kezdete előtt a reggeli kávézás közben ne kapcsolja még be a laptopot a munkavállaló, és ne kezdje el feldolgozni az aznapi e-maileket. Az őszi mintánk alapján a munka-magánélet egyensúly mellett a munkatársi kapcsolatok tényező is hatással van a home office megélésére, melynek fenntartása érdekében akár online heti 30 perces kávészüneteket is lehet szervezni, amikor a munkavállalók nem a munkájukkal kapcsolatos fejleményeket vitatják majd meg. Kutatásunk alapján elmondható még, hogy az ergonomikus munkafeltételek szintén hatással vannak a home office megélésére, illetve az egészségi állapotra is. Emiatt érdemes lehet a munkavállalók ergonomikus ismereteinek tudatosítása, mint például, hogy óránként 10 percre álljanak fel, mozgassák meg a végtagjaikat, illetve érdemes lehet még az ergonomikus feltételek támogatása, a lehetőségekhez mérten pedig biztosítani a megfelelő ergonomikus irodai eszközöket a munkavállalók számára. Az előadás végére érve pedig szeretnénk a kerekasztal beszélgetést így egy kicsit korán, de előhangolni a Diana olvasható kérdésekkel. Kinek a felelőssége a munka-magánélet egyensúlyának a kialakítása, a vezetői és vagy a csapattagé? Köszönjük a figyelmet! A vetítés végén láthatóak a kutatás során elvégzett statisztikai eljárások eredményeinek a táblázatai, melyekkel kapcsolatban bármilyen kérdésre szívesen válaszolunk majd. Nagyon szépen köszönjük mind a lenyűgöző, részletes és alapos, statisztikailag is alapos kutatást, és a nagyon fontos témát, amit feldolgoztatok. És egy kis háttér segítséggel csak szeretnénk felvillantani a szlájdot, hogy már érkeztek be kérdések, és persze nem verseny ez a két nap kerekasztal és a hallgatóság között, de azért mégiscsak egy verseny. Úgyhogy várjuk a nagyon jó kérdéseket. És látjátok, hogy van egy ilyen thumbs up, egy ilyen lájkoló gomb, amivel tudtok a kérdésekre szavazni is. Úgyhogy akkor megyünk is tovább, a kérdéseket majd kicsit később válaszoljuk meg, és fel szeretném kérni Kertész Mátét, hogy most a vezetői oldalát fogja ő egy kicsit körbejárni a előadásoddal, akkor mutasd be nekünk a tapasztalataidat mind a személyes és a virtuális projektvezetés körében. Szuper, osztom is önmagamat, illetve akkor a képernyőt. Igen, remélem, hogy látható a
és a képernyő. Jó, igen, én a gyakorlati oldalát hoztam el, lévén, hogy gyakorló program, illetve projektmenedzser vagyok. Magamról röviden vezetésként, illetve felvezetőként a témával kapcsolatban. 2008 óta foglalkozok program, projekt menedzsmenttel, és mondhatom azt, hogy 2008-as évek óta dolgozom virtuális közegben. Nagy IT cégeknél kezdtem, illetve dolgoztam, és 2008-tól 2015-ig gyakorlatilag kifejezetten csak virtuális eszközöket igénybe véve dolgoztam, nyilván az akkori technológiának megfelelően. Majd 2015-16 körül jött egy lehetőség, hogy átvegyem egy nagy hazai SAP bevezetési programnak a teljes menedzsmentjét, illetve vezetését. Így gyakorlatilag egyik napról a másikra csöppentem át, egyik végletből a másikba. Pénteken még a laptopom előtt ültem, felcsatolva a fejemre a headsetet, és beszélgettem a német kollégákkal, a másik nap pedig már mentem a Váci telephelyre, illetve a Szentendrei útra az MVM székházba az ügyfélhez egyeztetni személyesen. És ebben az időszakban realizáltam azt, hogy milyen nagy különbség van a két típusú munkavégzés között. Én úgy gondolom, hogy ha a virtuális projektmenedzsmentről szeretnénk beszélni, akkor az eszenciáját, ennek a nehézségét az adja ki a legjobban, hogyha a projektmenedzser egy induló projektet vezet, tehát nem arról van szó, hogy most átcsöppenünk a COVID miatt a már jelenleg futó projektünk során a személyes jelenléten alapuló munkavégzésből a virtuálisban, kifejezetten egy induló projektet kapunk meg a virtuális közegben, ezáltal kapunk egy új csapatot, és nemzetközi környezetben kell ezeket a programokat, projekteket menedzselni. Én úgy gondolom, hogy ebben a közegben jön ki igazán az előnye, illetve a hátránya a virtuális projektmenedzsmentnek, illetve a virtuális munkavégzésnek. Nekem személyes tapasztalatom az, hogy a virtuális projektek esetében a csapatérés valamivel hosszabb. Fontos hangsúlyozni, hogy nem a projektek hosszabbak, hanem amíg a csapat össze nem kovácsolódik. Nyilván ennek jelentősége lehet a projekt hosszának tekintetében is, tehát ez hosszabbíthatja a projektet, de elsősorban abból a szempontból fontos, hogy mikor lesz ténylegesen produktív maga a csapat, illetve hogy ugye próbáljuk betartani a projekt határidőket, akkor nagyobb áldozatok árán tudjuk ugyanazokat a határidőket tartani virtuális közegben, véleményem, tapasztalatom szerint, hogyha lenne lehetőségünk személyesen vezetni a projektet, és hamarabb összecsiszolódna a csapat. A virtuális projektmenedzsment főbb kihívásai a tapasztalatom alapján. Az egyik a kommunikáció, a második a technológia, a harmadik a motiváció, a negyedik a távolság, az ötödik az IT-biztonság, a hatodik a bizalom és a munkakapcsolat. A kommunikáció, mint kihívás. Én úgy tapasztalom, illetve úgy tapasztaltam, hogy a projektmenedzsernek az egyik legfontosabb képessége torzul, vagy ennek bizonyos elemei vesznek el a virtuális projektmenedzsment során, mégpedig a nonverbális kommunikáció hiánya, vagy egy bizonyos meg nem léte. Tehát amikor kommunikálunk, kommunikációnk egy része ugye, tehát elvész, és mint tudjuk, a projektmenedzsment 90%-ban kommunikáció. Szintén tapasztalom azt, hogy a felek sokkal hajlamosabbak a durva kommunikációra egy ilyen közegben. Ebből kifolyólag gyakoribbak a személyes konfliktusok. Gondoljunk csak arra, hogy milyen durva kommentek vannak a közösségi médiában, vagy egyes online cikkek alatt, vagy mentén. Nincs ez más, hogy a virtuális világban sem. Egy olyan közegben, ahol az ember a mikrofonja, vagy a laptopja mögé bújhat, és egy-egy konfliktusból sokkal hamarabb menekülhet, ugye nincs az, hogy együtt ülünk a kollégákkal, és nézhetjük egész nap egymás arcát, miután jól összevesztünk, hanem kikapcsolom a,
a hívást, és átcsöppenek az irodán világába. Egy ilyen közegben sokkal jobban felvállalják a felek a konfliktust, és a projektmenedzsernek ugye ezzel több munkája van. Tapasztalom azt is, hogy az egyes személyiségtípusok máshogy alakulnak, vagy máshogy jönnek át egy ilyen közegben. Egy extrovertált ember nem biztos, hogy annyira tud élni az extrovertált személyiség adta jegyekkel egy ilyen virtuális közegben, hisz, hogyha visszautalok az első pontra, kommunikációnak egy része elvész. Az introvertált személyiségek viszont felbátorodhatnak egy ilyen közegbe, kevésbé szégyenlősek, kevésbé érezhetik magukat feszélyezve, hiszen nem kell személyesen jelen lenniük, kiállniuk, prezentálni, megjelenni az ügyfelelőt, megjelenni személyesen a csapattagok előtt. Tehát azt tapasztalom, hogy a személyiségek kicsit eltolódnak egymástól, másik irányba helyeződik a hangsúly egy ilyen közegben. A technológia, mint kihívás. Hogyha egy olyan közegbe csöppenünk, ahol, mint a jelenlegi, ahol szinte 100%-ban arra vagyunk hagyatkozva, hogy hogyan működik a szoftver a gépünkön, mennyire gyors az internet, halljátok-e a hangomat, milyen kommunikációs platformot veszünk igénybe, akkor azt tudom mondani, hogy sokkal, de sokkal jobban rá vagyunk utalva a technológiára, mint hogyha tennénk ezt egy személyes jelenléten alakuló közegbe, vagy egy hibridebb környezetbe. Számos olyan példába futottam bele, számos olyan hibába futottam bele, sajnos az időhiánya miatt erről nem tudok mesélni, ahol a nem megfelelő kommunikációs eszköz és a nem megfelelő technológia kiválasztása majdnem ahhoz vezetett, vagy sokszor ahhoz is vezetett, hogy a projektnek bizonyos részei nem úgy sikerültek, mint ahogy terveztük. Tehát kulcs szerepe van a megfelelő technológia kiválasztásának a virtuális közegben. A motiváció. Számomra a motiváció a projektcsapat jövőbeli viselkedésének a kiszámíthatóságát jelenti. Tehát, hogyha motivált a csapat, akkor tudom azt, hogy valószínűleg jól fog teljesíteni, vagy mindent meg fog tenni, hogy a projekt a lehető legnagyobb sikert érje. Ha nem motiváltak, akkor viszont nekem tenni kell azért, hogy motiváltabbak legyenek. Véleményem szerint ugye rengeteg motivációs elmélet létezik, de én azt tapasztalom, hogy a legnagyobb motiváció az a megfelelő szakmai kihívás, az ezzel összefüggő stabil szakmai és emberi kapcsolatok a projektben. Na most, hogyha nem tudunk jelen lenni, csak online felületen kommunikálni, nyilván ez a kapcsolat sérül, vagy a kapcsolat stabilitása sokkal később áll fel, sokkal nehezebb felállítani. Én azt tapasztalom, hogy motiválni lényegesen nehezebb egy ilyen közegben a kapcsolatok instabilitása következtében. A távolság. Ugye, ha nemzetközi projekteket menedzselünk, akkor figyelembe kell venni az időzónákat, az esetleges kulturális eltéréseket, ami a csapattagokat jellemzi, illetve a tényleges fizikai interakció hiányát. Gondoljatok csak abba bele, vagy gondoljanak abba bele, hogy ha akik visznek projekteket, vagy tapasztalatom szerint, nagyon sok jó ötlet valóban a formális meetingeken történik. Megtervezünk egy meetinget, megtartjuk, végigmegyünk az agendán, végigmegyünk a kulcspontokon, és megbeszéljük. De nagyon-nagyon sok jó ötlet, sőt, azt tudom mondani, hogy az ötletek 20-15%, ami egy fontos projekt, azért nem elhanyagolható, az a formális meetingeken kívül zajlik. A meeting után egy jó kávézás közben a kollégákkal, egy jó ebéd közben szintén a kollégákkal, amikor megvitatjuk, hogy kivel mi történt, hogyan zajlott a meeting, az ilyen közegekben merül fel rengeteg jó, a projektet segítő ötlet. És a virtuális közegben pont ez a spontaneitás vész el, hiszen egyik meetingről kimegyünk másikra be, és nincs ez az utókövetés, nincs az, hogy vége a meetingnek, és lehetőségünk van egyet még privátba csak úgy kötetlenül beszélgetni. Persze lehet, de azt megint meg kell szervezni, és megint kicsit ilyen erőltetett lesz. Hát a spontaneitás elvész ilyen szempontból. Kicsit utalnék a technológiára, és azzal függ össze, szintén hangsúlyt kell fektetnünk az IT biztonságra, mint kihívásra.
Én nagyon sok nemzetközi projektet vezettem, és vezetek most is, és nekem ilyen szempontból teljes felhatalmazásom van, hogy a csapat összeállítása tekintetében. És nagyon nem mindegy az, hogy én értem-e azt, hogy az ügyfél tőlem milyen IT biztonságot kíván meg a projektem során. Csak egy egyszerű példa, hogyha az ügyfélnek az adatait, én többnyire informatikai projekteket menedzseltem, hogy az ügyfélnek az adatait, az tehát egy európai ügyfélről van szó, és európai ügyféladatokról, személyes adatokról van szó, akkor én nem vehetek be a csapatom mondjuk indiai kollégákat, vagy nem tudom úgy felállítani a csapatot, hogy Európán kívüli csapattagoknak is legyen hozzáférés ezekhez az információkhoz, vagy adatokhoz, hiszen az EU-s irányelvek ezt nem engedik meg nekem. Ez csak egy példa, de nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy a projektek során hogyan állítjuk fel az IT-biztonságot egy ilyen közegben. És a bizalom, mint kapcsolat, ez szintén összefügg a motivációval és az egész virtuális projektben kialakuló kapcsolati témával. Szintén nagyon nehéz a bizalmat képíteni. Ilyen, hogyha van motiváció, akkor van bizalom, és hogyha van bizalom, akkor meg van motiváció. Tehát ilyen szempontból ez egymással nagyon erősen összefügg. Őszinte kommunikációt javaslok, a konfliktusoknak a felvállalását, nem elmenekülni előle, fel kell vállalni a konfliktusokat lehetőleg pozitív irányba kell tudni terelni egy ilyen közegben, annak érdekében, hogy a bizalom a megfelelő irányba terelődhessen. Köszönöm szépen a figyelmet, úgy látom, hogy lejárt az időm. Nagyon köszönjük, Máté, és még bőven lesz szerintem vonatkozás, visszavonatkozás azokra, mert sok labdát feldobtál az előadásban a gyakorlati tapasztalataidból, úgyhogy köszönjük szépen. És akkor haladunk is tovább. A Slido-t, a kerekasztal részvevőit is nézzétek, mert gyűlnek a kérdések, és aki most élőben hallgat minket, hogyha szeretnétek, hogy a neveteket is beolvassuk, akkor névvel is küldhettek be kérdéseket, mert sok névtelen kérdésünk van eddig. Következő előadónk Horn Balázs lesz akkor, és ő éppen csúcstechnológiai és biztonságtechnikailag is fontos környezetben dolgozik, úgyhogy remélem tudsz majd ehhez az előző, a Máté végéhez kapcsolódni. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget. Az automatív világban távolról végzett csapatmunka kapcsán szeretnék néhány gondolatot megosztani. A projektmenedzsment szempontból az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy a projekt céljait és az eredményeket hogyan érjük el távmunkában, remote munkában. A remote munka nagyobb szabadságot ad. Több ismerősém is említette, hogy számára komoly könnyebbséget jelent a kevesebb ingázás, akár napi egy-másfél órát is tud spórolni. Magam is tapasztaltam, mennyire egyszerű tud lenni két emelet vagy épületváltás helyett két egyszerű kattintás a megbeszélések között. Ha feltesszük a kérdést, hogy nem fog hiányozni a személyes kontakt, amikor a határidő közelettével az eredményeket nézzük, ezt a kérdést ma több mindenki is feszegette az előadásai során. A feladattér, amiben mi dolgozunk, biztonságkritikus automatív világ doménye, ahol a kereteket az autógyártók nagyban befolyásolják. Az elmúlt években, már a pandémia előtt számunkra az egyik legnagyobb kihívás a remote munkavilágában érkezett. Jelentős méretű távoli csapattal dolgozunk, amelyben a kiszállítás mellett a szakmai fejlesztés, a tudásmenedzsment, a hosszú távú motiváció fenntartás és a munkafolyamat fejlesztése egyaránt feladatunk. Eredményeinket négy pillére próbáltuk építeni. Először is olyan kollégákat próbáltunk keresni, akik egyéni céljai jelentős mértékben megegyeznek a projekt céljaival. A feladatkezelést kiemelten kezeltük. Nagy hangsúlyt fektettünk a hosszú távú mellett a közép és rövid távú feladattervezésre. A hatékony feladattervezés nem csak megfelelő erőforrás kihasználást biztosít, hanem a kollégák szakmai fejlődésére is figyel. Azt tapasztaltuk, hogy hosszú távon akkor lesznek a kollégák motiváltak,
ha önmagukat is képesek a munka folyamán megvalósítani. Egy egyszerű, mégis nagyon hatékony technikának bizonyult a muszáj és gyümölcs feladatok arányának figyelése. A kollégák nem kérik, hogy minden feladat szuperizgalmas legyen. Azt viszont elvárják, hogy a mindennapok ne pusztán daláró feladatokból álljanak. Tiszta szerepek. Ez mindig egy visszatérő téma. Képesek vagyunk a projekt céljait úgy szétosztani, hogy a csapattagok szerepei tiszták legyenek? A csapaton belül ütközések értékes energiát emésztenek fel, és ez akár a projekt végeredményére is komoly kihatással lehet. Ezekről a kérdésekről akár érdemes a face-to-face megbeszéléseken a kollégák véleményét kikérni. Az automotív, biztonságkritikus világ különösen megköveteli az átláthatóságot. Minden egyes módosítás a szoftverben visszakövethetőnek kell lennie. Ez nagyban terheli a kreatív munkát, és az extra dokumentáció készítése jelentős motivációs kihívássá válik. Ezért a munkafolyamatok, a határidők, a kommunikációs kultúra fejlesztése elengedhetetlen számunkra. Nem csupán a csapatba tartozó mérnökök támogatása, hanem az őket vezetők fejlesztése is meghatározó. A csoport és projektvezetők számára egyaránt fontos, hogy értsék a remote és nem remote csapatok szervezésének különbségét. Vezetőknek át kell látniuk a projekt céljait, azok tartalmát a mindennapokra le kell tudniuk bontani a kollégák számára. Elég egy körülmélt írni, hogy mi az irány, és abból mindenki tudja a feladatát. Tudjuk jól, hogy a jól működő szervezetekben nem a gondolatátvitellel megy az információ átadás, hanem a megfelelő kommunikáció által. A feladatok szervezésénél az egyik legfontosabb pont a megfelelő lebontásban rejlik. A feladatok eredményét már előre meghatározhatja, ha van elérhető elvárása, definition of done. Következő fontos elem lehet a feladott láncok kérdése. Hogyan fogja a csapat szállítani, amit a megrendelőnek megígért, ha az összekapcsolódó kommunikáció szakadozik? Csúszás. Csúszás a remote környezetben is előre detektálható és megelőzhető, ha jó a kommunikáció, és a task management rendszer ezt támogatja. Ebbe is rengeteg energiát fektettünk. Az eredményorientált gondolkodásról sokan ismerik Henry Fordnak ezt a nagy hatású gondolatát, amit ide idéztem. A kérdés, amit szeretnék föltenni, hogy csapattagjaink mindegyike így gondolja ezt? Közöset gondolunk? Megvan náluk a buy-in? Vagy csak mi reménykedünk ebben? Ez is elhangzott már ma, több előadásban hallottam is. Akár egy külön téma is lehetne a nem vezetői pozícióban dolgozó fontos vezetői szerepe. Szakértők és egyéb pozícióban dolgozók is befolyásolják a projekt menetét. Kérdés milyen irányban? Ismételtem feltehető a kérdést. Mindenkinél megvan a közös cél? De nem csak a csoport célok, hanem az egyéni szempontok is fontosak. Amire a közvetlen munkában, a pandémia előtt is sokszor alig volt idő, hogy oldjuk meg a remote munkában, hogy a szakmai fejlődés is teret kapjon? Viszonyaink beosztottjainkkal meg tudnak maradni eredményesnek a remote munkában is? A távolság okozta komplexitás növekedés nem magánéletünk rovására kompenzáljuk? A munka és privát élettér egymásra csúszása számtalan csapdát is rejt. Iteratív, eredményorientált gondolkodás. Fontos kérdés, látja-e a vezető a célt, és van-e türelme a megoldáshoz a csapatot elvezetni? Lépésekben érdemes gondolkodni. A kiszállítási idő, erőforrás hiány okozta nyomás, és a csapat együttes fejlesztése által definiált szűk mesdjén haladunk. Olyan ez, mint a zsákban futás. Ha vele kisűrőbben lép, a nagy igyekezetben akár az egész csapat könnyen elpottyanhat. Vagy ha lemarad, a csapatnak kell segíteni a nehézségekben. Folyamatok fejlesztése. Hol ne lenne lehetőség arra, hogy a folyamatokat polírozzuk, javítsuk? Minden napok embere kifejezetten szeretne erre fókuszálni. Fejlesztésbe azonban folyamatfejlesztésbe csak úgy kezdjünk bele, és csak akkor átfogjunk, hogy a végére is tudjunk jutni. Ez nagyban befolyásolja vezetői hitelességünket. Tapasztalatok összegyűjtése és megosztása nagyon fontos. Sok helyen alkalmazzák a retrospektív meetingeket. Kérdés, hogy ezek előkészítettek? És amit a kollégák elmesélnek, a tapasztalatainkat visszaépítjük a mindennapokba,
az actioneket tudjuk, következetesen be tudjuk építeni a mindennapokba? Vagy csak a kollégák kellemesen eltöltik az időt ezekre a meetingeken? Nagyon nem mindegy. Csupán picike idő áll rendelkezésre, és olyan sok gondolatot szeretne az ilyenkor az ember megosztani. Mindenesetre zárásképpen azt szeretném összefoglalni, hogy számunkra, ami a lehetőséget biztosította, az az, hogy a problémákkal, amikor nehézségekkel, amikor szembesültünk, hogy próbáljuk megtalálni benne mégis a fejlesztési lehetőséget, és úgy láttuk, ha a csapatunkra fókuszálunk, az eredményekre fókuszálunk, ezekkel gyakorlatilag a megoldások is maguktól érkeznek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen a gondolatébresztődet, Balázs, nagyon érdekes volt, és tartjuk is az időt, és már csak egy gondolatébresztés van hátra, és utolsóként én is akkor elkezdeném ezt a rövid előadást, és köszönjük a kérdéseket, folyamatosan érkeznek be, úgyhogy továbbra is várjuk őket. Majd annyi segítséget kérek, hogy látjátok-e jól a képernyőn. Igen. Köszönöm szépen. Jó. Akkor kezdeném is. Darabos Andrea vagyok, még egyszer, és azt a témát szeretném veletek körbejárni, hogy hogyan nyerjünk a távmunkából versenyelőnyt. Ennek két oldala van, mind személyesen nyerhetünk belőle versenyelőnyt, hiszen nagy versengés indul a globális nemzetközi piacon a nemzetközi tehetségekért. Másrészt pedig szervezeti versenyelőnyről is beszélünk itt. A jövő munkavállalója a kutatások is mutatják, de leginkább már azok az országok, például Új-Zéland és Ausztrália, és most már Anglia is, ahogy visszakezdünk szivárogni az irodákba, egyet akarunk, flexibilitást, rugalmasságot, és ez nem csak a munka helyére vonatkozik, hanem arra is, hogy mikor és hogyan dolgozzunk. Ez persze a konferencián többen is beszéltetek erről előttünk, majd egy önvezetési készséget igényel, és nem mindenkinek ez egy azonnali hozzáférhető készsége vagy preferenciája. A jövő munkavállalóit szerintem kevésbé az iroda épülete vagy helyszíne fogja összekötni, hanem leginkább a közösséghez tartozás érzése. Úgyhogy, hogyha versenyképeset szeretnétek lenni, akkor arra kellene figyelni, meg az irányba kísérletezni, hogy hogyan alakítsuk ki ezt a közösségérzést, ezt angolul úgy hívjuk, hogy belonging. Tehát már nem csak diversity és inclusion számít, hogy diversifikált tehetségekkel legyünk együtt, hanem most már a belonging, ez a közösségérzés, ami igazán fontos. Nem könnyű a távmunkában vezetni, hallottátok az előttünk szólóktól is, mind veszélyei és hátrányai is lehetnek a távmunkának, káros is lehet. Én most arról szeretnék beszélni három kihívásról, hogy szerintem mi az, ami az agilis, önszerveződő és csapatban könnyen adaptívvá váló szervezetekhez szükséges vezetés. És akkor ezekről lesz szó külön-külön. A Balázs már utalt rá előttem, hogy megváltozik a vezetés stílusa. Kevésbé azt számít, hogy bent vagyunk-e 9-től 5-ig az irodában. Egyébként már kimutatták, hogy távmunkában jóval többet dolgozunk, pont azért, mert időt nyertünk, és ott ragadunk mind a megbeszéléseken, mind a készülékeink előtt. De az igazán hatékony jövő szervezetekben nem a jelenlétet fogjuk menedzselni, hanem az eredmények átlátható vátétele és annak vezetése a legfontosabb. Itt a szörfölést azért mutatom, mert ez felszabadíthatja a munkavállalókat is, úgyhogy utalok a kezdeti beszélgetésünkre, hogy sok szabadságot adhat, hogyha a munkavállaló is önmagát menedzseli és eredményes. Ehhez akkor az első terület vezetőknek, ez a célkitűzések átláthatóvá tétele, és ezt, hogyha már az agilitás felé elkezdtetek haladni az úton, akkor jól ismeritek azok, akik Scrum vagy Kanban alapon működnek, rövid távú célokat tűzünk ki, és ezeket
publikáljuk, tehát teljesen átláthatóvá tesszük a szervezetben, mint például egy sprint goal, de ez általában nem elég, mivel sokszor hiányzik a stratégiai jövőkép a miért, és utaltak rá az előttem szólók, hogy monotonná is válhat a munka. Úgyhogy ehhez javaslom, hogy kicsit nagyobb célokat is tűzzetek ki, és kommunikáljatok. Sok szervezet kísérletezik az OKR technikájával, az Objectives Key Results technikával, ahol általában csapatszinten kezdünk, és egy ilyen negyedéves, vagy akár 6 hónapos célokat tűzünk ki. Mindenki saját magának tűzi ki a célt, és nagyon fontos, hogy ezekről egy egyeztetési folyamat is van a szervezeten belül. Tehát a vezetői stratégiát összekötjük minden egyes alkalmazott munkájával. Más, még egy érdekes pszichológiai tanács, hogy nagyon jót tesz az, főleg ebben a monoton távmunkában, hogy követhetővé tesszük a haladást. Itt képen látjátok ezt az agilis sprintboardot, ezt lehet ugye digitális eszközökkel is támogatni, és szövegben pedig a Working Out Loud technikáját szoktuk alkalmazni, akár cseten, vagy egy napi meetingen a csapat köszön egymásnak, és elmondja, hogy aznap mit haladt, mit tervezek ma dolgozni, mit fejeztem be ma, és mit tanultam ebből. A második téma, erre Máté utalt előttem már, hogy a kommunikáció és a kommunikációs eszközök nagyon fontosak. Pont a City Group elnöke Jane Fraser jelentette be a fókuszidő szükségességét távmunkában. Péntekente nem tartanak meetinget, csak vevőkkel, tehát ügyfelekkel lehet meetinget tartani, és ennek pont ez a lényege, hogy ilyen meetingmentes, megszakításmentes, úgymond szabadidőt, de ez is munkaidő, hozzanak létre. Már látszik, hogy nagyon sok meetingünk van, és ez a Zoom fáradtság, ez egy valós jelenség. A második terület az, hogy javaslom, hogy vezetőként és csapataitokkal is gondoljátok át, hogy mik azok a meetingek vagy kommunikációs döntések, például döntéshozás, brainstorming, tervezés, amit úgymond nem valós időben, asynchronous módon tudtok vinni. Így nagyon sok időt felszabadíthattok, és kevesebb meetingetek lesz. A harmadik terület pedig az, hogy hogyan segítsük elő ezek a virtuális, informális kapcsolódási lehetőségeket, itt például egy kávét az online üzemmódban. Fontos a buddy systemek vagy a mentori systemek bevezetése, támogatni az új alkalmazottakat, és appal is támogatható ez, például a Donut app, ez egy random, összerandomizál és összehoz cégen belül alkalmazottakat egy ilyen networkingre. Távmunkában bizalmi alapokra építünk, főleg, hogyha az eredményesség mérése irányába haladunk, tehát megbízunk abban, hogy mindenki dolgozik, és itt Ken Blanchardnek van egy nagyon jó modellje, amit javaslom, hogy értékeljétek ti ki magatokat is ezáltal. 4 területre kérdez rá, és használjuk interjúzáskor is az egyik ügyfelünknél, mivel a távmunkában olyan alkalmazottakat szeretnénk fölvenni, akik már egy ilyen bizalomépítő viselkedést mutatnak, tehát tudnak önállóan dolgozni, persze ezek a készségek fejleszthetők tovább. A jövő munkahelyei tehát összefoglalva többek, mint egy hely. Itt a Maslow piramist, tehát ezt a motivációs piramist értelmeztem egy kicsit újra. A Juliannáék és csapatával mutatták a biztonság és a fiziológiai, mentális, pszichológiai igények fontosságát. Ha ezek megvannak, és azokra is vigyázni kell, akkor a következő lépcső a közösség és az önmegvalósítás építése lesz. És persze lehet ezeket párhuzamosan is tenni. Ez egy bónusz díja, amit hoztam nektek. Én nagyon sokat foglalkozom ilyen virtuális csapatok fejlesztésével, és motivációs kártyákat mutatok nektek a képen. Az a fontos, hogy az önismeretet segítsük. Beszélgessünk arról, hogy kinek hogy alakul az élete ebben a hosszú távú maratoni távmunkában. És azok, akik igazából digitális nomád környezetet, tehát egy ilyen remote first munkakultúrát szeretnének létrehozni, ők pedig azért kell, hogy ezt komolyan vegyék, mert maguk az alkalmazottak vezetik majd magukat, tehát ők magukat kell, saját magukat kell tudják motiválni. A kártyák letölthetőek, de hogyha írtok nekem egy e-mailt, akkor elküldöm szívesen az érdeklődőknek a digitális változatát is.
Összefoglalva, a sikeres vezetőkről beszéltünk sokat ezen a konferencián. Egy emberközpontú vezetés korába léptünk, most már a járvány által ez elkerülhetetlen, megváltoztunk. Sokkal inkább az emberi oldalunkat mutatjuk meg, és nagyon hiányzik az egymáshoz való kapcsolódás lehetősége. Tehát egy ilyen környezetet kell létrehozni, hogy a munka egy élmény legyen. Ehhez minden vezetőnek szükséges egy kócsi, egy mentor és egy szervezetfejlesztői tudás is. Nem hiába vagytok itt, és hallgattok minket ebben a konferenciában. És még azt teszem hozzá, hogy nem csak a formális vezetők vezetők, hanem mindenki a szervezetben egy önvezető, és járul hozzá a szervezetfejlesztéshez. Úgyhogy köszönöm szépen. És akkor térünk is vissza a kerekasztalunkba. És eddig jól tartottuk az időt, úgyhogy akkor várlak titeket. Inspirált engem a Fruzsia, az előadásotok abban, hogy én már nyújtóztam az előadásotok alatt, de azért most még egy gyors nyújtózás belefér. És akkor folytatjuk a villámkérdésekkel, villámszavazással. Akik élőben hallgattok minket, a Slido-ra várunk titeket, és megint megnyílt egy szavazás, és erről fogunk akkor most kezdetben beszélgetni. Közben én majd ránézek a Slido-n, már biztos nagyon sok kérdésünk van, úgyhogy azokkal folytatjuk. Az első villámkérdés, amiről beszélgetnénk, az, hogy megint személyesen kérdeznélek titeket, résztvevőket, hogy mi a nehezebb szerintetek a projektvezetés személyes térben, személyes interakcióval, mind a projektcsapaton belül, mind az ügyfeleitekkel, vagy pedig a projektvezetés virtuális térben, és még azt is tegyetek hozzá, hogy miért. És Júli, veled kezdeném, te a Vodafone-nál több mint 6 évet dolgoztál, és nagyon sokat dolgoztál virtuális térben, de úgy tudom, hogy most főleg, ha nem lenne járvány, te személyesen dolgoznál. Mit gondolsz erről? Nagyon izgalmas, és Máté azért ezt feszegette az előadásában. Én azt láttam, hogy a nehézségek a személyes térben azért vetekszenek a virtuális tér nehézségekkel. Tehát ott a Vodafone székházban 7 emeleten dolgoztunk, és lehetett tapasztalni, hogy az egyes szinteken megtörik a kommunikáció flója. Tehát azt gondolnánk, hogy mert egy épület is ott csak Vodafone van, nem. Teljes szubkultúrák alakultak ki szintenként, és az is különbség volt, hogy most Duna felé néző fél irodarész, vagy a Soroksárira néz, mert ott is szubkultúrák voltak, és teljesen töredezett volt a kommunikáció. Tehát én nem gondolom, hogy, és ugyanúgy e-mailen keresztül kommunikáltunk, hiába open office volt. Semmilyen zárt irodarész nem volt, tehát nekem igazából én ez ilyen 50-50, én azt gondolnám. A virtuális régen azért más jelentett, mint most, mert 13-ban, 14-ben, amikor az első nagy virtuális nemzetközi projekteket vittük a Vodafone-nál, meg részt vettem jó magam is PM-ként, azért nem volt ennyire fejlett a technológia. Az igazság. Tehát ez a féle ilyen csetelős belső rendszer, hogy én abszolút úgy érzem, hogy része vagyok a csapatnak, még akkor is, ha fizikailag nem vagyok. Tehát én most jobban részének éreztem például a mi kis kutatási projektünk csapatának, mint annak idején fizikai térben a Giga projekteknél, a Vodafone-nál. Úgyhogy körülbelül ez. Arra majd még visszatérünk a ti történetetekre, de nagyon köszönöm a reflekciót. Tehát túlok is számítanak, meg az is, hogy igazából ez egy tanulság lehet, amikor visszatérünk az irodába, hogy ez a hiába vagyunk bent egy épületben, hogyha továbbra is e-mailen kommunikálunk, amit tudjuk, hogy nem a leghatékonyabb kapcsolódási mód. Máté, téged kérdeznélek következőnek, mert tudom, hogy erős véleményed, határozott véleményed lehet erről. Hát, szerintem mindig az a legnehezebb, ami éppen benne vagyunk. Én is emlékszek ezekre a 2010-től 2014-ig, hogy milyen volt ez a virtuális projektmenedzsment más, tehát ugye nem volt még képernyő megosztás, hanem headset, és akkor volt egy ilyen avaj a telefonom, ott volt a meeting, gyorsan megnyitottam az autókomat, akkor kódot beütögetni, még egyszer beütögetni, akkor betárcsáztam, utána akkor jött a screen sharing, de egymást nem láttuk, tehát azért nehezebb volt.
most ugye rákattintok, és akkor itt vagyok, és mindenki látott, azért ott elő kellett készülni. Hát én nem tenném le egyik mellett se a voksomat, tényleg éppen az, amiben az ember benne van, az a, mindig az a legrosszabb számomra, és mindig a másikba vágyok, ez lehet, hogy az én személyiségemből fakad. Tehát amikor digitálisan vezetek projekteket, akkor az, hogy elnézést, tehát hogy mennyire jó lenne, hogyha ezt a problémát én meg tudnám oldani személyesen, és oda tudnék menni az ügyfélhez, ezt érzem, amikor pedig csak személyesen van lehetőség projekteket vezetni, akkor meg azt érzem, hogy miért kell ezért a kis meetingért is bemenni az ügyfélhez. Tehát itt nincs feltétlenül igazság, hogy egyik nehezebb, meg könnyebb, mint a másik. Mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai. Nyilván, hogyha nincs lehetőség csak virtuálisan projektet vezetni, akkor virtuálisan vezetjük a projektet, és néha az ember kiutazik az ügyfélhez, és az nagyon sokat tud segíteni. Azért tapasztalom azt, hogy ha nem találkoztunk soha, akkor oda kiutazok, és fel tudja dobni az egész projektnek a menetét és a lendületét. Ez nagyon sokat tud segíteni. Illetve az nagyon sokat tud segíteni, hogyha meg abszolút offline megy a történet, hogy egy kicsit racionalizáljuk a dolgokat, és ne kelljen mondjuk egy 10 perces meetingért reggel 7 órára mondjuk az ügyvezető székházába bemennem, csak azért, mert úgy gondolja, hogy én menjek be, és késik utána egy fél órát, tehát én felkeltem 5-kor, felöltöztem, hogy odaérjek időbe, ő késett egy fél órát, hullafáradtan odaérkezek, megbeszélünk 5 perc alatt valamit, és mehetek vissza a lakásomba, vagy az irodába, elvesztegetve ezzel rengeteg időt. Tehát én egyik mellett se raknám le a voksomat, mindegyik más és más. Én azt próbálom racionalizálni, hogyha lehet meg kombinálni a dolgokat. Aztán nem mindig van erre lehetőség. Tehát most én kifejezetten csak külföldiekkel dolgozom, New Yorkiakkal, sajnos New Yorkban nem tudok most kimenni, pedig szívesen kimennék, úgyhogy kénytelen vagyok, tehát létrehoztuk itt, én Gödön élek, létrehoztuk a Wall Street New York és Göd tengelyt, és így kommunikálok a kollégákkal, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és köszönjük, több pontot illusztráltát, és még egyet, és közben már a közönség szavazatát fogjuk vetíteni. Amit mondtál, Máté, hogy kommunikációs ilyen példákat hoztál arra, hogy néha úgy érzi az ember, hogy pont a másik lenne hatékonyabb, tehát virtuálisban helyette személyesen könnyebb lenne megoldani a problémát, most egy különleges helyzetben vagyunk. Én Balázs, még téged megkérdeznek arról, mert beszélgettem veled ezelőtt, hogy ti nagyon sok embert vettetek föl virtuális térben, aki hozzátok a céghez, aki még nem, akár nem találkozott veletek, tehát hogy ez az oldala, amikor új csapat indul, esetleg ez nehezebb virtuális térben új csapattal projektet indítani? Mindenképpen ad kihívást. Gyakorlatilag az elején rengeteget utaztunk, és az első interjúk személyesen tudtak történni. A rengeteg plusz utazás, rengeteg plusz energiát jelent egyébként. A Mátéhoz csatlakoznék, amit az előbb mondtál, hogy gyakorlatilag mennyit utazunk és mennyit készülünk egy-egy megbeszélésre. Hát több ezer kilométert gyakorlatilag azért utazni, hogy utána egy-egy megbeszélés vagy egy interjú meg legyen. Az is ugye hatékonysági kérdés. Aztán utána egyre inkább próbáltuk ezt úgy megoldani gyakorlatilag, hogy távolra ezek úgy tudjanak történni, hogy mégiscsak megismerjük a kollégákat, és ügyes jó döntéseket tudjunk hozni. Köszönöm. Köszönjük szépen, és hát ugye akkor láttuk a képernyőn, hallottunk és láttunk titeket, hogy azért mindenki úgy érzi, hogy a virtuális térben van sok nehézség. Hamarosan a konkrét kérdések jönnek. Még egy dologról szeretnék megkérdezni, amely talán egy általános kérdés titeket. Néhány tévhitről beszéljünk, tévhitről, hiedelmekről, vezetői körben. Kicsit utaltatok már rá az előadásaitokban. Mik azok a tévhitek, amik talán nehézé tették ezt a hirtelen távmunkára való átállást? Találkoztatok-e olyan vezetőkkel, akik szintén nehéznek találták? Nekem most így az interjúkból ugrott be valami, hogy
beszéltünk egy fiatal férfivel, aki programozóként dolgozik, és ő mondta azt, hogy amikor átálltak így a teljes otthoni munkára a járvány miatt, akkor a vezetője azt mondta, hogy jó, hát figyelj, akkor így, hogy nem kell utaznod, akkor azt is nyugodtan le tudod dolgozni, mert hogy amúgy is a munkaidőd lenne, hogy beérsz ide, meg hazamész, tehát akkor annyival több energiád jut majd a programozásra, és ezen hát így eléggé így megrökönyödtünk, amikor ezt így elsőre hallottuk, de hogy úgy látszik, ez még így van a vezetők fejében néhol. Igen, így erre tudok csatlakozni. Én hallottam coaching során olyanról, hogy a illető tulajdonos cégvezető az 20%-kal csökkentette alapból a fizetéseket, ahogy elkezdődött a kényszerű home office a COVID elején, mondván, gondolván, azzal a hitrendszeren élve, hogy az emberek úgyis kevesebbet dolgoznak otthon. És számomra ez ilyen elképesztő volt ezt így hallani, hogy ez létezik. Ekkora hitvesztés, úgymond, vagy bizalmatlanság a dolgozók felé, hogy abban a pillanatban, hogy kilép a fizikai térből, akkor ott már biztos, hogy van valami simlisség, tehát, hogy akkor nem fog munkával foglalkozni, és szerintem ez a kérdés egyébként, Andrea, ahhoz kapcsolódik, amit te is a prezentációban tök szépen kiemeltél, ez, hogy is volt ez a jelenlét management, tehát, hogy ez egy nagy kihívás a vezetőknek, hogy eddig az elmúlt 100 évben a vezetői funkciónak egy lényeges része az volt, hogy kontrollálni ugye a munkavégzést abban a munkakörnyezetben, ahol vannak a dolgozók, és ez most megszűnt. És nagyon érdekes látni, hogy mely vezető hogyan áll ehhez hozzá, hogy elveszíti ezt a kontrollfunkciót. És Máté, akkor rövidebb választ ad, de nyugodtan reagálj rá. Igen, abszolút. Ugye ez a fő tévhit, hogy az ember kevesebbet vagy máshogy dolgozik, és én úgy gondolom, hogy azok a vezetők, akik nem dolgoztak soha ilyen közegben, most egy hatalmas egóharcot folytatnak önmagukkal, hogy ők hogyan lehetnének akkor továbbra is vezetők, de a vezetés az nem ebben merül ki, hogy én kontrollálom a munkavállalókat, tehát én azt látom, hogy sok vezető egy magamat ismét egy ilyen egóharcot folytat, és ezzel küszködik. Köszönöm szépen. Nagyon jól körbejártuk szerintem a témát, és akkor haladjunk tovább hozzátok, specifikusan célzottan jöttek be kérdések, és szavazott rá a közönség is. Úgyhogy én előre venném, csoportosítom egy kicsit a munka-magánélet egyensúlya körüli kérdéseket, csak azért, hogy meghallgassunk olyanokat is a panelban, akik még nem szóltak hozzá. A BME csapattól bárki, nyugodtan szóljatok hozzá, tőletek jött egy-két kérdés. Például egy hozzászólás, hogy a szófelhős diátokon úgy tűnt, hogy a fizikai stressztüneteket láttunk azon a dián, fejfájás talán volt a legjobban kiemelt tünet, de volt sok egyéb, és kevés pszichés tünet, talán nem is volt mentális tünet, pszichés tünet a szlájdon. Szerintetek ez egy általános tendencia, vagy ez csak a kutatás specifikus? Nagyon örültünk ennek a kérdésnek. Azért láthatóak a szófelhőben csak fizikai tünetek, mert alapvetően Likert-skálás kérdőívet használtunk, és ez volt az egyetlen olyan kérdés, ahova szöveges választ vártunk, és csak a fizikai tünetekre kérdeztünk rá. Viszont mióta megkaptuk ezt a kérdést, én megnéztem mind a négy mintánkon páros összehasonlítást végeztem két kérdésre. Az egyik úgy hangzik, hogy milyen gyakran érzi magát érzelmileg kimerültnek, a másik pedig úgy, hogy milyen gyakran érzi magát fizikailag kimerültnek. Szignifikáns különbség volt mind a három nagy mintán, tehát a 449, a 300 valamennyi és a 120 fős mintán is, ami kényelmi mintavételezéssel történt, és minden esetben magasabb átlagokat értek el, amilyen gyakran érzi magát érzelmileg kimerültnek kérdés mentén a kitöltők, mint amilyen gyakran érzi magát fizikailag kimerülnek kérdés mentén. Viszont nagyon, nagyon érdekes adat, hogy az egyetlen magyar KKV-tól származó minta esetében nem találtam szignifikáns különbséget,
És ez megint arra világít rá, amit az én részemben el is mondtam, hogy elengedhetetlen különbséget tenni a mi most bemutatott adataink és az egyetlen egy specifikus cégből, egyetlen egy kultúrából származó munkavállalók válaszai között, és például a sajnos nem volt időm erről részletesebben beszélni, úgyhogy most megragadom az alkalmat, hogy láthattuk, hogy például a vezetői hozzáállás is egy olyan faktor volt, ami csak a KKV esetében jósolta be a home office megélését, és nyilván nincs a kérdőív eredményeinél mélyebb rálátásunk ennek a cégnek a működésére, és ez nyilván nem is ilyen egyszerű, de ez alapján például feltételezhető, hogy egy, nem tudom, egy hatékony vezetői tréning vagy coaching folyamat eredményeképpen a munkavállalók home office élményébe következhetne be pozitív változás. Tehát ez csak arra mutat rá megint, hogy egyrészt igen, köszönjük a kérdést, érzelmileg úgy tűnik, hogy megterhelőbb az otthoni munkavégzés, mint fizikailag, másrészt, hogy nagyon fontos ezt a különbséget szem előtt tartani. Köszönjük szépen a részletes és kielégítő válaszodat. Ez kapcsolódik ahhoz, és majd bevonnám a többi panel résztvevőit is, hozzászólhattuk ehhez, hogy nálatok milyen módon támogatja a felső vezetés, a munkahely vezetése a távmunkában dolgozók egészségének megőrzését. Tehát visszautalva a Fruzsék, Juliannáék előadására, ugye az utolsó szlájdon feltettétek, hogy kinek a feladata az egészség megőrzés. Én pedig ugye utaltam rá, hogy a munka már változik, már nem a hely számít. Ugye az otthonról végzett munka is egy közös felelősség kell, hogy legyen. Ki szeretne ehhez hozzászólni, hogy mi lenne a felső vezetők vagy cégvezetők szerepe ebben? Szívesen. A cég nálunk elindította egy mentál higiéniai programot pont ezért, és megpróbálja elérni a kollégákat. Arról most nincs információ, hogy hányan vették igénybe, de nem úgy gondoljuk, hogy ez a program önmagában elegendő, hanem gyakorlatilag kifejezett feladatot kapott úgynevezett line management arra, hogy a kollégákkal rendszeres beszélgetésen egyeztessenek. Jó, sok információ van arról, hogy ezeken a beszélgetéseken megnőtt annak a százalékos időben százalékos aránya, hogy mennyi idő megy arra, hogy érzem, van, még történik. De ez nagyon jó, többen beszéltetek itt a bizalomról. A bizalom nem megy ezeknél a beszélgetések nélkül, tehát az eszmecserék közben előjön az, hogy kinek milyen nehézségei vannak, és hogy lehet gyakorlatilag a csapatnak az integrációját fenntartani. Úgy gondolom, egy erős line management szervezet nagyon sokat tud ehhez segíteni, nyitottan tudja tartani a kollégákat. További kapcsolódás ehhez, vagy tapasztalatok, Julianna, akár amikor ez nem sikerült jól, hogy a vezetők igazából nem vállaltak erre felelősséget? Én mondanék pár személyes gondolatot ezzel kapcsolatban. Ugye itt említetted, hogy a Citibank milyen intézkedéseket hozott. Én most a Citibanknál dolgozom egy hónapja. Azért azt tapasztalom, hogy annak ellenére, hogy ezt a rendelkezést meghozták, nekem holnapra is be van rakva az négy megbeszélés, tehát hogy ezek nagyon jól hangzanak, meg hangzatos dolgok. Én ezt abszolút értékelem, ugyanakkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb felelőssége ennek szerintem nem a cégnek van, mert hogy ezek üzleti vállalkozások, hanem önmagának, az embernek, saját maga felé. És ugye veled beszéltük, azt hiszem, hogy két nappal ezelőtt, hogy most én New York-kal dolgozom, és elmondtam neked, hogy én már túl vagyok, hál' Istennek, azon önmagamban, hogy szeretnék megfelelni másoknak, ezért én 6 órakor lerakom a telefont, kikapcsolom a számítógépet, én megbeszéltem, ők tudják, hogy én Európában ülök, engem itt vettek fel. Nyilván nem arról van szó, hogy egy-egy esetben nem maradok fent tovább, de az esetek 90%-ában nagyon komolyan meghúzom a határaimat, hogy mi az, amit bevállok, és mi az, amit nem. És ez lehet, hogy tetszeni fog, lehet, hogy nem fog tetszeni.
Én úgy gondolom, hogy ha önmagadat nem tiszteled, ez lehet, hogy egy kicsit közhely, önmagadat nem tiszteled, akkor a mások se fognak téged tisztelni. Szerintem saját magadnak van ebben a legnagyobb felelősséged, és ne a cégtől várjuk, hogy neked jobb legyen, hanem önmagadtól vált. Én erre tudok csatlakozni, és most, ahogy hallgattam Mátét, az jutott eszembe, hogy nagyon hasonlít ez a kérdés, és úgy mi az adatok alapján is tanakodtunk, mert nem jött ki egyértelműen ugye a válasz, hogy akkor kinek a felelőssége. Viszont ha arra gondolok, hogy még jóval a Covid előtt a Vodafone elsőként vezette be Magyarországon egy nagyon komoly well-being programot, ami a munkavállalóknak pont a pszichés kiégés megelőző mindenféle juttatási csomag volt az lényegében. Tehát oda kiállt orvos, ha kellett menedzser szűrésben részt vehettél, jóga program volt, meditációs program, tehát az, ahogy ez megvan tényleg klasszikusan írva, és most munkapszichológián tanulunk is erről, hogy mennyire sok potenciál van az ilyen well-being programokban. Azonban már akkor lehetett látni, és nagyon érdekes volt így a HR felismerése, hogy oké, hogy mi mindezt így létrehozzuk a dolgozóink számára, de az, hogy ők ezzel kezdenek-e valamit, vagy hogy erre már nincs ráhatás, tehát ezt nem lehet erőltetni. Tehát ezt a példát alapul véve, hogyha most a Covid helyzetre vetítem ki, akkor valami hasonlót látok, gondolok, hogy megadja a kereteket a munkáltató. Ez alatt érte például azt, amit Gergő is mondott a prezentációnk végén, hogy akár egy ilyen tudatosítási programon keresztül, hogy akkor íme ahhoz, hogy mentálisan egészséges maradj, vagy fizikailag, akkor tedd ezeket, mert néha tényleg ilyen szájbarágósan kell ezt csinálni. De onnantól kezdve, hogy otthon ki, hogyan, mint alkalmaz ezeket, szerintem nincs a munkáltatónak ráhatása. Tehát ebből a szempontból Mátének igazat adok, hogy ez az egyén felelőssége, viszont a vezetőségnek kell tenni valamit, hogy tudjanak az egyének arról, hogy mihez nyúlhatnak hozzá. Talán itt látom a vezetőknek a szerepét ebben az egész témában. Én ezt nagyon tudok kapcsolni, mert most épp a Júli által említett well-being programban dolgozok gyakornokként, és azt látjuk, hogy tök jó, hogy van, de hogy nagyon más a módja és a lehetősége a kollégák elérésének és edukálásának. És hogy még ez a belső kommunikációs vonal is nagyon erősen érintett abba, hogy hé, figyelj, van ez a sportkihívás, vagy van ez a well-being kérdői, vagy van ez a beszélgetés. Tehát ez teljesen másképp zajlik. Én ugye nem tudom, csak mondták, hogy másképp zajlik nyilván egy ilyen eseménynek, vagy nagyobb szabású, mondjuk sportkihívásnak a promója a munkavállalók között, hogyha benn vagyunk az irodába, hogyha kint lehet a tévéken, hogyha osztogathatunk, nem tudom, műzli szeletet, mint hogyha csak a workplace van rá, mondjuk. Uh-huh. De ebben fontos megtalálni az újításokat és élni velük. Uh-huh. Köszönjük szépen. Mindannyian nagyon jó példákat, gyakorlati példákat osztottatok meg, és az inspirált is még egy kérdést a hallgatóságtól, ami ehhez tartozik, a work-life balance kialakításáról kaptunk egy kérdést. Hogyan lehet ezt jól kialakítani olyan cégnél, ahol a munkaidő kötetlen, bárki bármikor dolgozhat, és a munka fő részét a kommunikáció adja? Tehát van egy kis átfedés, de van-e erre még esetleg Tünde vagy Gergő, van erre gondolatotok, vagy ez is a kutatás része volt, work-life balance kialakítása kötetlen munkaidőben? Bárki a csapattól, a BMS csapattól? Hát ugye egy külön nem volt megszabva, hogy kötetlen vagy kötött munkaidős válaszadókat fogadtunk el a kitöltések során, és mindenképpen kicsit trükkös kérdés a work-life balance és a kötetlen munkaidő, főleg, hogyha a kommunikáción alapul minden, tehát hogyha éppen valaki nem dolgozik, akkor ott megakad az adott folyamat, és nyilván nem megy tovább, ami nehézségeket szül, de mindenképp hasznos lehet megtalálni, akár beosztani csak ilyen 2-3 órás sávokat egy-egy nap alatt, 2-3 ilyen sávot, amikor minél többen megpróbálnak mondjuk belogolni, és akkor előidézni olyan sávokat, amikor egész sokan dolgoznak. Ezáltal pedig
elérhetjük, hogy talán ezek a folyamatok kevésbé akadjanak meg, bár elkerülni nem fogjuk tudni, hogy ezek az akadások megtörténjenek, mivel mégis kötetlen, és bárki bármikor tud dolgozni. Egy gyakorlati példát erre én is megosztanék. Ugye ezt én is így látom, hogy nagyon sok olyan remote, vagy ilyen távmunkában, arra orientált munkahelyen, ugye nem csak akkor már Magyarországon dolgozunk távolról, hanem ez abba az irányba megy, hogy akkor elengedhetetlen, hogy előbb-utóbb fölveszünk más helyszínről dolgozókat is, és minél jobban kontinenseket, nagy távolságokat, mint New York, amerikai időzónákat hidalunk át. Ott azt szoktuk csinálni, hogy legyen egy átfedés, ugyanígy, ahogy Gergő mondtad, legyen egy napi, legalább egy óra szinkron idő, és ez rákényszerít arra, amit az előadásban említettem, nagyon javaslom, hogy kísérletezzetek azzal, hogy mi az, ami, hogyan használjuk jól ezt az egy órát. Innovációra használjuk? Döntéshozásra? Mik azok csapatépítésre? Mik azok a virtuális térben azok az elengedhetetlen meetingek, vagy együttlétek virtuális térben, amit szinkron időben használjunk, és az összes többit egy ilyen workflow alapú, nem valós idejű folyamattá alakítjuk át. És nem e-mailen, persze nem e-mail alapú, hanem egyéb eszközökkel kell átgondolnunk. Nagyon köszönöm. Ezt a témát szerintem jól körbejártuk, és van egy nagyon sok kérdésünk még a bizalom témaköre irányában. Úgyhogy kezdjük azzal egy átfogóbb kérdés, hogy mik lehetnek a bizalom elnyerésének online útjai. Láttatok erre példát? Most, még mielőtt bárki hozzászól, felkérném akkor Viktor vagy Tünde, akár a ti csapatotokat kérdezném meg, mert azt elmondanám a hallgatóknak, hogy nem látszik, mert egy nagyon összejött és jó kohéziót mutató csapatról van szó, de ti igazából nem találkoztatok személyesen még. És már legalább egy éve dolgoztok ezen a kutatáson. Úgyhogy hogy volt ez a folyamat nálatok, és mit tettetek azért, vagy hogyan alakítottátok ki a bizalmat? Igen, ahogy említetted, és ugye mi úgy kezdtük a mesterképzésünket itt a BM-en, hogy már egyből így a digitális oktatásba lökött be minket ez a kényszerű helyzet, és gyakorlatilag az egyik órán keretében választottunk egy viszonylag véletlenszerű témát, ami mindenkinek tetszett, és így a téma köré csoportosultunk gyakorlatilag, és ahogy haladtunk a kutatással, és egyre nagyobb, meg jobb célokat tudtunk megfogalmazni, úgy maga a helyzet nem változott, és így kénytelenek voltunk így a virtualitásba megmaradni. És nem mondom, azért néha a mi munka magánéletünknek is elég komoly kihívást okozott, hogy ezt össze tudjuk fésülni, ilyen egyetem, meg munka utáni esti megbeszélések, de hát én úgy látom, hogy így is ki tud alakulni gyakorlatilag a bizalom, mert hiába, tehát hogy itt vagyunk, megcsináltuk ezt a hosszú kutatást, de tényleg személyesen még nem találkoztunk öten egyszerre soha, és mégis már gyakorlatilag ismerjük egymást szinte teljesen. Úgyhogy szerintem így is ki tud alakulni teljesen. Köszönjük. És még Máté vagy Balázs, a ti tapasztalatok? Bocsánat, még Fruzsi, nem tudom, elnézést, hogy Fruzsi akart volna, csak egy gondolatot még lehet. Csak az jutott eszembe, hogy arról, amit Viktor mondott, hogy ez az én személyes megélésem, de nálam talán ott érte el ezt a szintjét a bizalom, így a csapattársaim felé, amikor tisztán láttam már azt, hogy kinek mi a kompetenciája, mi a kommunikációs stílusa, és mi az a fajta workflow, amiben ő jól működik. És amikor már ezt így valahogy átláttam, és tényleg teljes bizalmat, bíztam abba, hogy amit nem tudom, Juli magára vállal, ő a 100%-osan jól meg tudja csinálni, mert ez az ő kompetenciája szemben velem, aki mondjuk nem ért hozzá, és ahogy ezeket így át tudtam engedni nekik azáltal, hogy megismertem tényleg az ő kompetenciáikat és preferenciáikat, nálam ott alakult ki ez a szintű bizalom.
akkor én is mondanék egy pár szót, hogy ezt szólítottatok. Ugye ez a bizalom kérdés, ez egy nagyon tág kör, tehát kifelé bizalom. Ugye a projektben több bizalmat kell képíteni egy projektmenedzsernek. Bizalmat kell képíteni az ügyfél felé, bizalmat kell képíteni a csapattag felé, és bizalmat kell képíteni a szponzor felé. Ezek sokszor ellentétesek egymással. Tehát ha megnyerem a bizalmát a csapatomnak, nem biztos, hogy megnyerem a bizalmát az ügyfelemnek, és fordítva is. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és talán azt tudom mondani, hogy ez az egyik nagy kihívás a projektmenedzsernek, hogy hogyan, kinek mikor engedek, és hogyan mozgatom úgy a különböző szálakot, hogyha esetleg most az ügyfélnek kedvezek, de nem kedvezek a csapattagomnak, akkor amikor kedvezek az ügyfelemnek, és kedvezek a csapattagomnak, és nem kedvezek az ügyfelemnek. Tehát ez egy ilyen húzavona, és egy nagyon ilyen finom hangolt történet. Csak ezt egy kiegészítésként, és nem tudok mindegyikre kitérni, mert erről egy 3 órát tudnék beszélni, de nézzük a csapattagokat. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon más eszközök nincsenek itt sem, nem állnak rendelkezésre itt sem, mint az offline világban, vagy a személyes jelenléten alapuló világban. Tehát csapattagokat meg kell ismerni emberileg, a csapattagokat meg kell védeni, a csapattagokat emberként kell kezelni, stabil kapcsolatokat kell képíteni. Én azt tudom mondani, hogy nekem az vált be, és ez a bizalomtörténet is attól függően kell ezzel játszadozni, hogy a projektnek éppen melyik szakaszában vagyunk. Tehát ez egy elég összetett történet. A projekt elején rengeteg kommunikáció. Tehát én az agilis módszertanokból, én többnyire nem agilis módszertanok szerint dolgozom. Ugye ezek fix nagy projektek, határidővel, tehát kevésbé van erre lehetőség. Nekem nagyon jól bevált az, hogy napi stand-upokkal indulunk. 15 perces beszélgetések, legalább addig, mondjuk itt beszélünk egy másfél-két éves projektről. Az első 3 hónapban én ezt minden nap megtartom, mindenki el tudja mondani, hogy mit csinált, mit fog csinálni, hogy érzi magát, milyen meetingeket fogunk szervezni. Szerintem ez nagyon segíti ezek a kis rövid meetingek ennek a bizalmi kapcsolatnak a kialakítását. Ami szintén nagyon fontos, hogy említettem a kommunikáció. Sokszor a bizalom akkor sérül, hogy félreértések vannak, és valaki félreérti a feladatát, félreérti, hogy neki mi volt a felelőssége. Nyilván ezt egy offline térben sokkal könnyebb korrigálni. Ez szerintem a bizalomépítésnek, szintén a kommunikációra utalnék vissza, a bizalomépítésnek itt az egyik alapja, hogy egy nagyon-nagyon struktúrált kommunikációs stratégiát kell kialakítani, és egy nagyon átlátható felelősségi kört már a projekt során, és ezt folyamatosan monitorozni, nyomon követni és korrigálni. Ha azt látja a projektmenedzser, hogy már egész jó bizalmi viszony alakult ki, akkor inkább már elengedni ezeket a napi stand-upokat, mert ez átmehet egy mikromanagementbe is egy idő után, hogyha már... Tehát ez csak egy kis rövid bevezetés, tehát ezzel rengeteget lehetne beszélni. Egy-két ilyen példa, hogy ez egy összetett dolog, és a projekt során más-más szakaszban máshogy kell ezt megfogni, és a projekt szereplőivel máshogy kell ezt kezelni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Balázs, még abból a szempontból is adok neked még egy plusz kérdést, biztos már felkészültél válaszra, de hogy közösséget építeni, tehát nem csak bizalmat, hanem közösség, mivel te egy nagyobb osztállyal, részleggel és közösséggel dolgozol távmunkában. Az előzőekhez, mert nagyon sok jó paramétert elmondatok, amit szeretnék hozzátenni, ez a türelem kérdése, hogy a bizalom ugye egy nagyon lassan épülő dolog, és amit kérdeztél, mi vezethet ide el, itt Mátéhoz csatlakozni, hogy következetes kommunikáció. Tehát egy vékony kötéltáncról beszélünk projektmenedzser esetében, hogy szeretne ő megfelelni a csapatának, és az ügyfélnek, vagy lehet, hogy az a jó, hogyha nem is annyira megfelel, hanem csak szépen higgadtan, nagyon következetesen kommunikál.
Ez egy nagyon nehéz szituáció, sokszor el kell tudni mondani, ugye nem annyira kellemes híreket vagy javaslatokat, de az ember következetes tud maradni, talán ezt tudja a hitelességét megtartani. Én úgy gondolom, ez egyik alapja annak, hogy a bizalom a csapatban meglegyen. És akkor erre gondolatra fűzném fel a másik kérdésedet, a közösségépítés. Nem feltétlenül az nekünk itt a célunk, hogy minden idejét együtt töltő sörözéstől kezdve a szabadidejüket, nem erre gondolok, mint közösségépítés, hanem egészséges munkaközösségre gondolunk, ahol kifejezetten érték egymásnak a, ha valakinek kérdése van, válaszolok. De ha valakinek ugyanazok a kérdései merülnek fel, én azzal tudom őt segíteni, hogy szólok neki, egy légy szíves, legközelebb gyűjtsd össze a kérdésére. Tehát ez egymást nevelő, egymást támogató közösség nagyon jó összetartást tud adni. Természetesen rengeteg ütközés van itt is, de hogyha fiatalabb és tapasztaltabbak között is elkezd a bizalom kiépülni, annak nagyon jó kinézete van kívülről, és annak nagyon jó eredménye lesz a mindennapokban. Szívesen fognak jönni a kollégák, és hogy is mondjam, egész jól látható lesz a mindennapokban a lelkesedés, és persze az eredmény. Nagyon köszönjük. Még egy praktikus példát mesélnék banki környezetből, ahol pedig virtuális világban elkezdtünk blogolni, és mivel nagyon elegünk lett a Zoom meetingekből, de mindegy, hogy Zoom vagy Teams, a videó alapú meetingekből, most kísérletezünk az audio alapú, tehát a hang üzenetek megosztásával, és az audio alapú meetingekkel most nem akarok kifejezetten eszközöket reklámozni, de a cégen belüli blogolás, vagy egy ilyen belső social media jellegű eszköz nagyon sokat segíthet abban, hogy informálisan kapcsolódjunk. Ugye agilis környezetben mindenki csapatba dolgozik, belefáradhat abban, hogy csak a csapattársaival van együtt, úgyhogy ez a háló alapú, ugye többen ma a konferencián említettétek a horizontális menedzsment, az önvezetés és az egymáshoz kapcsolódás egy igen fontos kérdése a közösségeknek. Lassan az időnk végére jutunk, még mindig van 8 percünk, úgyhogy ezt most jól be fogjuk osztani. Azt szeretném kérdezni, hogy egy kicsit a jövőbe egy ilyen összefoglaló záró kérdésnek mindannyiótoktól. Jövőbe mutatóan 5-10 év múlva hogy fogunk dolgozni? Tehát emeljetek ki valamilyen trendet, amit már éreztek, láttok, vagy egy reményt, egy reménysugarat csillantsatok fel, és akkor mindenkinek van körülbelül egy perce. Júli, tőletek, mint csapattól kérdezném ezt. 5-10 éves trendek. Valaki esetleg tőlünk? Én utalnék erre a McKinsey kutatásra, amit behoztunk a prezentáció elején. Szerintem ők elég profin föltérképezik ezt, és óriási adatmintán figyelik, ahogy a trend alakult az elmúlt egy évben, és ők ugye a vezetőknek készítik a kutatásaikat, és abban az látszik, hogy ez, ami most csirájába kialakult, a COVID-nak hála vagy sem, ennek maradványai ott lesznek, és markánsan ott lesznek, mint például lesz, hogy megtapasztaltuk azt, hogy az irodai munkát home office-ban, tehát ahogy mondták, ugye 70%-ban elvégezhető, ez óriási kimutatás, ha belegondolunk, és szerintem ezt az irodai dolgozók mi meg is tapasztaltuk, hogy ezt el lehet otthonról végezni. A nagyon nagy kihívás valóban az lesz, hogy a szervezetek, a munka adó oldaláról hogyan tudják megteremteni a kohéziót, az egységességet, az integráltságot egy olyan szervezetben, ahol a dolgozók fele így dolgozik, a dolgozók fele amúgy dolgozik, és én azt gondolom, hogy az, hogy ezt meg tudják teremteni, az a virtuális térben, az megy a cloudba. Tehát, hogy én szerintem kevesebb arányban lesz a fizikai idővel. Köszönjük. Még esetleg a BMS csapaton belül, mivel ti már HR-es területeken, szervezetpszichológia területen dolgoztok, még valami reménysugarat csillantsatok föl. Én alapvetően teljesen egyetértek a Julival, és csak reménykedem abban, hogy az ilyen tapasztalt projektmenedzserek például megtalálják
vagy kitapasztalják, begyakorolják, nem is tudom, hogy megtanulják ezt az ideális arányt, ahogy Máté is sokat beszélt erről az előadásában, mert nyilván, amit Máté is említett, az a rengeteg stressz, rengeteg plusz idő, ami esetleg azzal jár, hogy feleslegesen, lényegében feleslegesen kell nagy távolságokat megtennünk, az, hogyha tartósan fennáll, akkor a munkavállalók mentális egészségére is hatással lehet, ami pedig nyilván nagy tömegben hatással van akár a profitabilitására az egész cégnek is. Bármi egyéb ötlet? Máté vagy Balázs, tőletek? Hát, hogyha látjuk ebben, bocsánat. Nem, bocsánat, mondj, nyugodtan Balázs. Ha meglátjuk ebben a lehetőséget, ebben a nagyon nehéz helyzetben, akkor az nagyon sokat tud adni. Hogyha egy, többen is említettétek, egy jó arány meg tud születni, amivel az offline, online módon tudunk, rengeteg időt tudunk spórolni, talán még a végén megtanuljuk ezt úgy kezelni, a work-life balanszunk is jobb legyen. Ti is említettétek, könnyű belecsúszni, én is említettem, könnyű belecsúszni ebbe a sok munkába, összecsúszik a kettőnek a határa. Tehát a jó arány nagyon sokat tud segíteni. Köszönjük, és Máté, te jönnél. Igen, én tanultam már egy új szót, ez pedig a digitális nomád. Én ezt még nem hallottam. Nyilván ismerem ezt a kifejezést, hogy nomád, itt nézem, hogy nomád, mit jelent a nomád, akit nyugtalansága, elégedetlensége, örökös helyváltoztatása, vándorlása késztet, mondja itt a Wiki. Én azért bízom benne, hogy én abszolút értem a fiataloknak a digitalizáció, és én sem vagyok még öreg, a digitalizációra való hajlandós, nem is hajlandóságát, hanem vágyát. Azért én reménykedem, hogy a digitális nomád életmódból, ami számomra azért bérnémi pejoratív jelzővel, el tudunk majd mozdulni a digitális racionalizmus felé, hogyha van ilyen kifejezés, és most találtam ki, nem tudom. De hogy aminek van értelme digitálisan, azt csináljuk digitálisan, és aminek nincs értelme, azt meg ne csináljuk digitálisan. Azért én úgy gondolom, hogy az ember szociális lény, és nem gondolom azt, hogy az evolúciót itt egy év alatt le fogjuk győzni, és a szociális igényünkre való hajlamot azt át tudjuk hidalni egy COVID által, tehát szociális lények fogunk maradni, és ezt kell valahogy kombinálni a jövőben, hogy találjuk meg a hangsúlyt, vagy az egyensúlyt a digitalizáció és a személyes jelenléten alapuló projektmenedzsment előnyei között. Nagyon köszönöm ezeket az utolsó záró gondolatokat. Még személyesen annyit tennék hozzá, hogy innovációs szempontból, hogyha visszagondoljuk, hogy mennyit változott a világ, távmunka, munka, kommunikáció, bizalomépítés és a technológia, ami ezt támogatja az elmúlt évben, akkor én úgy gondolom, hogy ez azért felgyorsítja majd az innovációt, és lehetőséget ad arra nekünk, hogy kicsit tágabban is átgondoljuk a munka szerepét az életünkben, miért dolgozunk, egyáltalán mi a célja a munkának, és mi a célja az életünknek. Tehát egy teljesen egy innovatív időszak jön, én úgy látom az elkövetkezendő 5-10 évben. A távmunka nem csak az eszközökről fog szólni, nem csak az információról és IT-ról, persze az is fontos marad. Nagyon köszönjük az érdekes beszélgetést és a kérdéseket a résztvevőknek. Reméljük, hogy ezzel egy gondolatébresztést indítottunk el bennetek, majd várjuk a visszajelzéseteket. Mivel nem volt idő még minden kérdést megválaszolni, ezért a HTL LinkedIn oldalán majd maradjunk kapcsolatban minden nézővel, hallgatóval, és a panelisták igyekeznek majd további kérdéseket megválaszolni ott. Úgyhogy köszönjük szépen, köszönöm a kerekasztalosoknak, a szervezőknek és a háttérben dolgozóknak, hogy ezt a konferenciát így a virtuális térben sikerült megszervezni. Ez is egy példa, egy hatalmas, nagyon jó virtuális csapatmunkára.